hadd kívánjunk jó estét, és alapos okulást is, ízlés permanens fejlődését a mestéhez. Szevasztok! Amelynek során társam és szellemi pallosom McMenemy Mark lesz. Köszönöm szépen! Nagyon megtisztelő, hogy ismét itt lehetek. Ismétet mondok, mert egy mozi sessionben már volt szerencsém részt venni. Most itt ez a zenés megmozdulás, ez nagyon nagy megtiszteltetés a számomra, és igyekszem majd megszolgálni ezt a megerőlegzett bizalmat. Ott tartottunk, hogy 31. Tehát most lépünk a 30-ra. És egészen a 26. helyezettig fogjuk ismertetni a listának a résztvevőit. A 30. helyezett ezen a bizonyos listán a fét lesz. Nem csak az lesz, hanem az is. Már most a fét lesz. Én szeretnék annyit hozzáfűzni a dologhoz, hogy ez a Robi listája. Tehát, hogy ez a Robi listája engem meghívott, én nagyon... akik a listán vannak, azokat többé-kevésbé én szeretem, sőt, megpróbáltuk ezt az ötöst úgy összerakni, hogy olyan zenék legyenek, amiket kifejezetten szeretünk, de ettől függetlenül azért azt gondolom, hogy ez 100%-osan a Robi ízlését tedi, de nem baj, tehát ettől lesz az érdekes, hogy majd megbeszéljük ezeket a dolgokat, hogy én mondjuk milyen pontokban nem értek feltétlenül egyet a Faithless-el, illetve a dolgokkal. A Faithless-el például ha én magam raknék össze egy 50-es listát, így nem raknám bele a Faithless, bár nagyon szeretem őket, volt is műsoros Maxim, azt hiszem, hogy az Insomnia, igen, az Insomniának a műsoros Maxia volt az, amit meg is vásároltam magamnak. Ők szerintem egy nagyon jó, kellemes pop banda, akik nagyon jól lovagolták meg az elektronikus zene térhódítását, de nem gondolom őket többnek ennél. Nem tudom, Robi, te miért gondolod többnek őket ennél? A Faithless az egy bizonyos szempontból tök egyedülálló, amit csinálnak. Tehát a könnyű zenében olyan projekt nem nagyon létezik, amelyik egy olyan pályán próbál elindulni, ahol a ilyen katedrálisokat kell megtölteni, ilyen rettentően erős, ilyen félelmetesen hatásos, nagy, most még akár azt a kifejezést is lehet használni, hogy dagályos nagy hangzással kell megtölteni katedrálisokat. Tehát így kevés olyan popzenekar van, meg ezen a listán szinte egyáltalán nincs olyan popzenekar, amelyik olyan zenét csinál, hogy így megnyílnak az egek, és az Isten leszól hozzád. És azt mondja, hogy mondjuk szerintem a Salvamea, a God is a DJ, a We Come One, az Insomnia, tehát ezek mind olyan számok, amelyek túl többek, mint egy ilyen elektronikus popbandának az ilyen táncolható slágerei, hanem keresztül hoznak valamilyen, nem tudom én, valami mély a vallásossággal határos ilyen kozmikus élményt. Én azt mondom, hogy ezt ők viszont pontosan mérnöki precizitásra számolták ki előre. Tehát ugye nem arról van szó, hogy ők csináltak valamit, ami nagyon biztos belülről jön, de hogy azért ez nagyon-nagyon ki volt találva, ez nagyon-nagyon patika mérlegen ki van találva, hogy pontosan ezt az érzetet hozza, de nekem pont az a bajom is velük, hogy azért ez egy matematikailag összerakott projekt, ami ezt a célt kívánja elérni, és nálam már ezáltal nem éri el. Mert túl tudatosan vannak megírva a dalok? Igen, tehát hogy túl tudatosan vannak, kifejezetten azzal a célzattal lettek megírva, hogy pontosan ezt az érzést keltsék, pontosan egy kicsit popularista ideológiát hirdetnek, tehát Maxi Jazznek a domái, ugye egy kicsit tényleg ez a God is a DJ, tehát ezek a dolgok, egy kicsit, nincs ezzel semmi baj, tehát a popzene egyébként erre való, és egyetlen nem baj az, hogy ha izgalmas témákat popularizálnak, de mégis azt gondolom, hogy de igenis nagyon sok olyan formáció van, akik ezt ennél még sokkal izgalmasabban csinálták, és most nehogy megkérdezzük ki, mert biztos nem tudnék rögtön mondani senkit, de biztos, hogy tehát sokan vannak. Ők ezt nagyon-nagyon jó minőségben, a széles tömegek számára fogyasztható módon állítják elő. Valami olyasmit csinálnak egyébként, tehát hogy valami olyan pályán indulnak, ahol most így úgy fogalmaznak, ahol Johann Sebastian Bach.
Tehát most így biztos, hogy nem, biztos, hogy nem fognak rájuk, nem tudom én 300 év múlva úgy emlékezni, ahogy mi emlékszünk Bachra. Biztos. Ez biztos, ha bár az életművüknek még nem vagyunk túl a felén. Még bőven, szerintem még bőven van bennük 20 év, és az Isten tudja, mi lesz ebből a formációból. Nekem meglepne, ha még 20 év múlva lenne, de lehet. Szerintem meg tudod, hogy mi a baj a Fék Lesszel? Hogy szarrá turnézták magukat Magyarországon. Az a baj a Fék Lesszel. Azért nincs értéke a Fék Lesznek, mert minden kurva Sziget Fesztiválon ott voltak. Én nem emlékszem olyan kurva Sziget. A Sziget Fesztivál, ugye azt kell tudni, hogy amióta van Balaton Sound, meg amióta a Volt Fesztivált a saját kezébe vette a Sziget rendezvény szervező Kft., azóta elkezdték kivenni a pénzt a Szigetből, mert a Sziget az már annyira erős brand, hogy elpörög magától, és elkezdték a jelentősebb fellépőket már nem a Szigetre hívni, hanem vagy a Balaton Soundra, vagy Sopronba. És ennek az lett a következménye, hogy a Sziget az egy ilyen nagy bulizó tér lett, ami igazán már nem akart egy nagy hívű kulturális alternatívát felmutatni neked, erről az igényről lemondott, viszont a Fék Lesz az minden kurva évben ott volt. Tehát a Fék Lesz az azért minden, a tömegnek a pofáját egy Fék Lesszel mindig be lehetett tömni. Ez volt a Gerendai Károlynak a nagy találmánya. Nagyon, de senki nem kényszerítette őket arra, hogy eljöjjenek, tehát nyilván nem ment oda a Gerendai Károly és fegyverrel kényszerítette őket arra, hogy fellépjenek. Nekem ez pontosan azt igazolja, hogy igen, ők egy pop formáció, akiknek nyilván az is rettenetesen fontos, hogy ezzel egy csomó pénzt keressenek, sok mindenkihez eljussanak, és mondom, ezzel nincs az ég egy adta világon semmi baj, tehát a popzene az egy tök jó dolog, sajnos ugye egy szitok szóvá vált az utóbbi években, ahol ott a popzene tök jó, ilyennek kéne lenni a popzenének, mint amilyen a Fék Lesz, és akkor semmi baj nem lenne, de mégis ezt mutatja, sőt a legutóbbi Fék Lesz gig, amin ugye még csak Messenger, azt hiszem ott sem volt, hanem csak Sister Bliss volt jelen, aki DJ-zett, tehát egy igazi hackni jelenleg. Jó, szörnyű volt, az a F-Photon volt, azt hiszem. Igen, jó, szörnyű volt, de ugyanekkor a csalódást más előadók is okoztak már, akik szintén ott lesznek a listánkon, és majd arról is szót ejtünk. Szóval az a probléma, hogy én nem tudom, hány magyarországi fellépése volt a Fék Lesznek, de én azt mondom, hogy 2 számjegyű. Simán. És egyszerűen ettől, tehát ha a Fék Lesz egyszer járt volna Magyarországon, vagy mondjuk 2 járt volna Magyarországon, akkor most az, hogy Fék Lesz, sokkal többet jelentene. Egyszerűen leinflálták magukat azzal, hogy így akkor is ott voltak a Szigeten, amikor a Szigeten már tényleg a lófasz sem volt. És ez, de ettől még a zenéjük az kiváló. Én, tehát hogy nekem ezek közül a katedrálisokat megtöltő szférák zenéje. Na így tudok fogalmazni, hogy valami, hogy ez, és ebben ez egy olyan pálya, ahol a Fék Lesz nem úgy nem verik meg, hanem ahol a Fék Leszen kívül szinte nem is játszik senki. Tehát ezt a pályát egyedül a Fék Lesz játsza, és szerintem ebből a Johann Sebastian Bach popzenéből, ebből a God is a DJ a legjobb. És azért válogattam be a nektek felmutatandó számok közé a God is a DJ-t, mert hogy szerintem egyébként az az érdekes, hogy a Salvamea volt az első Fék Lesz, tehát ők azzal indítottak, és az rögtön egy ilyen volt. Ami meg a legsikeresebb, az meg az Insomnia ezek közül. De szerintem a God is a DJ az üti mindkettőt, és ezért következzen most az.